nem utolsó szempont, hogy roppan-e a virsli, amikor beleharapunk. A fogyasztóvédők ezt ugyan nem vizsgálták, de így is kijelenthető. A legtöbb termék esetében ezt elfelejthetjük. Hogy mitől roppan az igazi virsli, arra Bíró Lajos mesterszakács ad választ. Az a virsli roppan, amelyik nincsen televágva sok szírszar adalékanyaggal, hanem szín tiszta húsból készül. A mesterszakács szerint fontos, hogy ne forró lobogó vízben főzzük a virslit, hanem a forrás után a félrehúzott lábasban. Így még talán menthetjük, ami menthető.